hogy hát mondjuk a vallás, tehát a hit tartja össze. És ennek van jelentősége, mert ez egy közös érték. Ugye a közös érték az nagyon fontos. De én nem ezt találtam a legfontosabbnak. És nem tudom, hogy ezen meglepődtök-e, de én arra jöttem rá, hogy ahol jó menedzsment rendszerekkel találkoztam, ahol komolyan vették a közösségi rendszereiket, az működőképes. És aki nem vette komolyan, az belepusztult ebbe. És nagyon sokszor láttam azt, hogy nem akarunk semmilyen menedzsment rendszert, mert én a multiból jöttem, és már elegem van ebből a világból. Tehát, hogy mi valamit meghatározunk, vagy így hatékonyan összerakjunk, vagy jól megszervezünk. Ó, megy az magától. Nem megy magától. Nem a közösségnek, meg kell szerveznie magát. Ki kell építeni a saját rendszereit. És hogy igen, tehát nagyon kevesen tudják azt, hogy Krisna-völgy valójában 52 közösségi vállalkozásból áll. Helyi pénzük van a Krisna-völgyben, amivel egymás között kereskednek. Nagyon komoly menedzsmentrendszerekkel, olyan komoly menedzsmentrendszerekkel működtetik ezt az önellátó gazdaságot, hogy én magam elképedtem, amikor elmentem a egyszemélyes virágkertészet, ő volt a virágkertészet vezetője is, meg a dolgozója is egyben, és akkor miközben gyomláltuk a virágokat, utána megmutatta a laptopján, hogy hogy van megtervezve a virágkertészet. Hát egy akkora Excel táblázatot, komolyan mondom, úgy volt, hogy melyik sorba hány virág, és annak hány szirma lesz. Miért? Mert hát a szirom az, amit ők a templomba ugye szállítanak. Mert ugye a templomnak ugye virágszirmokra van szüksége. Neki így meg volt tervezve a virágkertészet. És közben nem azt csinálta, hogy ilyen izi kockásra gondolkoztam az agyam, hanem boldogan gyomlálta a virágos kertbe. Tehát, hogy ezt a kettőt együtt lehet csinálni, nem az, hogy így belekockásodok a rendszerekbe, hanem jó rendszerek kellenek, és abban is azokat lehet igenis jól működtetni. Na, akkor elmondtam mind a három összetevőről a legfontosabb dolgot, és akkor köszönöm a figyelmet, azt hiszem minden talán benne volt, amit el akartam nektek mondani. Van egy digitális névjegyem, ha valaki így akarja, de van papír alapú is, ha valakinek olyan kell. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönöm én is, hogyha valakinek van egy kérdése, akkor az még lehet. Ha nem, akkor igen, Zsolt. Mit kellett tőledni, plénum előtt kérdezni? Az jutott eszembe, hogy ugye nagyon szeretnék, ha sok ilyen közösség jönne létre, vagy sok közösség jönne létre, nem lenne baj, ebből minél több lenne közösségi vállalkozás, de vajon lehet-e kívülről segíteni ezeket indukálni, létrejönni, vagy ezek ilyen nagyon ilyen endogén belülről létrejövő közösségek? És ezt azért is kérdezem, mert rejtsd el a válaszodban, légy szíves azt, hogy mi lenne, ha sok ilyen közösségünk, közösségi vállalkozásunk lenne? Az országban nem ilyen elenyésző számban lennének ilyenek, hanem nagyon-nagyon sok. Tehát mondjuk egy településen az ottani aktuális közjót szolgáló közösségi vállalkozásokból állna egy hálózatából állna a mondjuk a békés működés. És azért kérdezem ezt, hogy lehet-e kívülről ezt segíteni? Mondjuk egy önkormányzat tudja-e valamilyen módon ezt segíteni, látva azt, hogy mik a helyi igények, vagy ez nagyon belülről jön, és ezt nem lehet kívülről segíteni? Ez szerintem is egy nagyon fontos kérdés. Én azt látom, hogy kell is kívülről segíteni, mert nagyon sok ugye az ellenszél, ugye elég nagy ellenszél, így le van, nekem is lapulva időnként már a fülem, mert olyan ellenszélben csináljuk ezt a közösségi vállalkozást. Tehát, hogy kell igenis kívülről segíteni, és fejlesztőként is azt látom, én például úgy szoktam segíteni a közösségi vállalkozásokat, hogy egy vagy két éven keresztül kísérem az elején. A vezetővel én nagyjából két hetente találkozok, és átbeszéljük épp az aktuális eseményeket, történéseket, és segítem, nem én mondom meg, hogy neki mit kell csinálni, de segítem a döntéseit meghozni. A legapróbb, éppen most konfliktusban vagyok, mit kezdjek vele, nincs elég pénzünk, hogy kifizessük a fizetést, mit kezdjek vele. Szóval a legalapvetőbb kérdéseket beszéljük itt át, és én azt látom, hogy enélkül a segítség nélkül nagyon nehezen indulnak el a mai világban. Az, hogy az önkormányzók, én szerintem tudnának, hogy ugye, mert maga a környezet, egy önkormányzat, ugye egy környezetet tud ehhez teremteni, egy ilyen
mondjuk egy ilyen innovációt segítő, egy ilyen akár bizonyos kisebb támogatási alapokkal, stb. Stb. Tehát, hogy biztos, hogy tudja segíteni, csak nem nagyon látok rá példát. Tehát, hogy nálunk például Nyíregyházán lényegében azt lehet mondani, hogy ilyen mínuszban van a segítség az önkormányzat részéről. Most ezt felvették, hogy elgondolkozok ezen, hogy ennek hogy mennyire örülnek. De hogy valójában ez a helyzet. És igen, igen. Ja igen, és hogy sok ilyen, hogy én azt látom, hogy valójában az a helyi gazdaságfejlesztés, vagy én szeretem sokkal inkább közösségi alapú helyi gazdaságfejlesztésnek nevezni, én nem látom, hogy létrejöhet közösségi vállalkozások nélkül, illetve megfordítom, szerintem maguk a közösségi vállalkozások tudják létrehozni. Én ezért azt szoktam mondani, hogy valójában először ezzel kell foglalkozni, mert ebből épülhet fel helyi gazdaság. Tehát, hogyha vannak, és akkor megint a helyi pénz, tehát hogyha Nyíregyházán van a Nyíregyházi Kosár Közösség. Ugye a Nyíregyházi Kosár Közösség az egy helyi közösségi vállalkozás. Most jelenleg már elérte a heti 1 millió forintot a forgalma, heti 1 millió forintot. Ha belegondoltok, ez évi 50 milliós vállalkozás, tehát már nem olyan rossz. Na most, ha ebben már ennyi pénz forog, akkor mennyivel egyszerűbb egy helyi pénzt elindítani? Valójában már létezik is, nekem is van, úgy hívják, hogy aranytojás részvény jelenleg. Ez egy nagyon primitív, egyszerű formája a helyi pénznek, amivel én egy gazdát segítettem, hogy ő létrehozza a tyúktartásnak az infrastruktúráját, és én ezért majd tőle nem csak tojást fogok kapni, többek között tojást, de ezen kívül minden olyan terméket, amit ő árusít. Tehát már létrehoztuk azt, hogy pénz, úgymond, nem pénz nélkül, mert én pénzt fizettem ezért, de hogy mégiscsak egy ilyen kölcsönös segítőségi rendszerbe hozzuk létre ezeket a dolgokat. Ha minél több ilyen jön létre, és egymást is elkezdik segíteni, abból áll össze a helyi gazdaság. Mármint, hogy ez az alternatív gazdaság, ez nagyon fontos. Tehát nem az, amiről most beszélünk helyi gazdaságként, hanem a közösség alapú helyi gazdaság. Köszönöm. Igen, akkor még egy kérdés. Köszönöm szépen, Pablo, egyetlen kérdésem van, mondhatod, 20 közösséget tanulmányoztatok hosszabb ideig. Ebből a 20 közösségből jelenleg mind működik? Igen, működik, hála az égnek, tehát hogy vannak még működő közösségek. Elég sok, de volt olyan közösség is, akivel megbeszéltem az interjút, és mire odaértem, már szétesett, tehát már nem létezett a közösség. Tehát, hogy ez is a valóság része, és vannak olyan közösségek, akik akkor működtek, de már most tudom, hogy nem működnek. És a valódi közösségi minőséget találtam, akkor a 20-ból 2-nél találtam meg ezt a... Azt mondanám, hogy törekvés azért több helyen volt, de amikor már lehet érzékelni, hogy ez ott működik, na az 2-nél volt. No, akkor rendhagyó módon fogunk tovább menni, mert már körülbelül 2 órája ülünk, de nem fogunk szünetet tartani. Ezért én most azt szeretném kérni, kisgyerekesek kivétel, hogy mindenki álljon fel egy pillanatra, és ne legyen kézbe semmi, jó? Nyújtsátok ki így a kezeteket előre, majd egy 90 fokos balfordulat. Igen, jó? Tegyétek rá, aki igen, a kezeteket a vállára, jó? És masszírozzátok meg egy kicsit. Úgy? Igen, igen, igen. Jó? Most rendben, most egy 180 fokos fordulat, és most visszaadjátok. Oké? És látjátok? Lehet még folytatni egyébként, köszönöm, lehet még folytatni. Innen indul a közösségfejlesztés, mert innentől kezdve már kapcsolatban vagytok egymással. Biztos vagyok benne, hogy az Andi előadása után majd egy kis kávé frissítő mellett sokkal jobb lesz a beszélgetés. És hát Szavarkai Andit sem kell bemutatni, hiszen Madzagfalvi napokon már vendégünk volt. Sok szeretettel köszöntelek, és akkor most te fogod megmondani a tutit, meg hol van a kapcsoló, amit ha bekapcsolunk, akkor az úgy működik, és szépen jövünk a mindennapok praktikái felé.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, itt mindenféle főzőcskéről volt szó, hogy ki mit tesz bele. Én a száraz anyagtartalmat szeretném ebbe a kondérba beletenni. Kicsit jogszabály, de mégis a gyakorlati oldalról, és egy pici statisztika így az elején. És a végén pedig sok-sok kérdésre választ, hogyha erre van igény. Nos, kezdem a statisztikával. A közösségnek az egyik eleme ugye a helyi termelés, a helyi fogyasztás, így a helyi gazdaság és annak az erősödése, a boldogulás és a megélhetés. Hangsúlyozzuk mindannyian, hogy nem munkahelyteremtésről beszélünk, ha bár a munka nem esik, hanem megélhetésről beszélünk. 2009-es körülbelül, vagy 2011-es statisztika, amit a Kaposvári Egyetemben elvégeztek, hogy a fogyasztók valójában mit is szeretnének, mit igényelnek, és ezt a multik nagyon jól tudják. Tehát, hogyha megnézik az összes marketing és reklám anyagokat immáron visszamenőleg akár 5 évre is, akkor a reklámanyagoknak a 90%-ban ezek köszönnek vissza, nem véletlenül profi marketingesek dolgoznak a multiknál, és ott az árésből kitermelődik ez a szakmai tudásnak a megfizetése. Tehát az van, hogy a fogyasztók igen, 90% fölötti arányban a magyar termékeket keresik, és hogyha ezt lebontjuk, akkor ez a helyi termékre is végül is visszavetíthető. És hogy mit tartanak magyarnak, az ott látszik a dián. Ugyanakkor, hogyha azt kérdezték meg, hogy akkor is megvenné a magyar terméket, hogyha az drágább lenne, akkor már azt látjuk, hogy 25%-a válaszolt igennel erre a kérdésre. Tehát az igény az 90%-tól egészen a 76%-ig megjelenik, a cselekvés szintje az viszont a 25%-nál van. Ez ugye a vásárlóerő, nagyon sok összetevős okozat van mögötte, de ezt amikor a helyi termékeknek az előállításáról beszélünk, ezeket az igényeket, a piaci igényeket és a cselekvési szinteket, a lehetőségeket is föl kell mérni és tisztában kell velük lenni. Corvinus Egyetem is hasonló kérdéseket tett fel, magyar alapanyag, stb. Itt is erősen kijöttek ezek az igények, ezt csak így megerősítésképpen mutatom. Az Agrárkutató Intézetnek is voltak piaci, konkrét termelői és hagyományos szó összetételben értendő piaci lehetőségeket felmérő kérdőíve, amikor látják az adatokat is, azt hozta ki az egyik válasz, hogy az, hogy ki hol vásárol, annak az egyik összetevője ma már az igény szinten az, hogy az új típusú technológiákat, kényelmi technológiákat tudja alkalmazni. Mert hogy más stratégia munkákban is kijöttek, az a három fő tényező, hogy az igény mellett miért nem a helyi terméket szerzik be a fogyasztók, nincs ideje arra, hogy sok kis termelőhöz elmenjen és külön-külön egyesével beszerezze, tehát az idő. A másik tényező az információ, hogy nincs információja, hogy hol vannak ezek a termelők, és mit lehet éppen aktuálisan, és mennyiért összeszedni. És a harmadik összetevő pedig az ár. Tehát megint csak megjelent a vásárlóerő. A kényelmi funkciók, illetve hát a kényelmi szolgáltatások is nagyon erősek, és ezt mutatta ki az agrárkamarai kutatás. Ez azért érdekes, mert látják a kék vonalat és a rózsaszín vonalakat. A fogyasztók által elvárt szolgáltatás a rózsaszín, és amikor a termelőket kérdezték meg, hogy mennyire fontos szerintük az a típusú szolgáltatás, azt látják kékkel. Nos, a termelők ezek szerint nem látják ezt a fogyasztói igényt és trendet, illetve kompetenciájuk sem eléggé van hozzá, de magát úgy értékelték, hogy az nem fontos egy helyi termék piacra jutásában,
hogy bankkártyával lehessen mondjuk fizetni. És tessék megnézni, ott van a legnagyobb rés. Ezek mind piaci rések valójában. És akkor a trendek, így aztán ezek a kütyümániák, a fogyasztói igénynek a vizuális és könnyen fogyasztható kiszolgálása, ezek mind olyanok, amivel a piaci réseket be lehet tölteni. Most van társadalmi egyeztetésen a Rövid Ellátási Lánc Tematikus Alprogram vidékfejlesztési forrás írása, ahol az együttműködések, a közösségek bizonyos forráshoz juthatnak. Hát minden pályázatnak megvannak a maga a buktatói is, de azért érdemes velük kacérkodni. Ez az ábra nagyon jól ábrázolja azokat az értékesítési csatornákat, amelyeket a Rövid Ellátási Lánc egész fogalomköre magában foglal. Így például a csatornáknak a kiszolgálásában is legalább három különböző módot lehet azonosítani. Az egyik az, amikor a gazda helyben marad és jönnek a fogyasztók, majd látunk képeket. A másik pedig az, amikor a gazda megy és a fogyasztó marad helyben. És a harmadik az, amikor mind a ketten mozognak és találkoznak egy adott ponton. A Rövid Ellátási Láncban, a támogatásban is lehet támogatást igényelni nem csak a közvetlen értékesítésre, hanem az egy köztes szereplős értékesítésre, itt jönnek be ugye az együttműködési lehetőségek. Ebbe beletartozik a közétkeztetés, sok mindent, de mondom, látom majd még ábrákat. Amikor a gazda nem mozog, ilyen például a Szedd Magad akciók, a falusi vendégasztalszolgáltatás, a portálról való értékesítés, háztól való értékesítés, akár úgy, hogy csak kiírja a gazda, akár úgy, hogy ott berendez egy kis sarkot a kínálatból. Már a közösség által támogatott mezőgazdaság is még ebben a kategóriában tartozik, amikor is egy szerződéses vagy megállapodásos jogviszonyon keresztül a fogyasztók támogatják az adott gazdának a tevékenységet, és oda elmennek adott rendszerességgel a termékekért, amiben megállapodtak. A közvetlen értékesítésnek szintén egy másik műfaja, amikor a gazda mozog, például a fogyasztóig, az a házhoz szállítás. Már egy köztes, nem biztos, hogy a házig mozog a mozgóbolt kategória, és azt is lehet innovatív módon űzni. És további közvetlen értékesítés, amikor például boltot nyit, maga a gazda nyitja a boltot, és nem biztos, hogy a portán. Vagy automatákon keresztül juttatja el a termékét a fogyasztók felé, itt ugye már nem kell ott állni a személyében, és végezhet a gyilk tevékenységet. És akkor jönnek azok a bevásárló közösségek, mint a Nyíregyházi is, ott van a logójuk, és játszhattam volna egy kivetít, csak volt volna felirat is. Amikor egy közösség vállalja ezt az átadó szerepet, vagy úgy, hogy a gazdák ott maradnak, és akkor a személyes találkozás is létrejön, vagy úgy, hogy nem mindig van ideje a gazdáknak ott átcsorogni, és akkor tényleg az átadást, majd az elszámolásnak a felelősségét is átvállalja, és a szervezés lényegi részét az adott közösség. És akkor, amit ismernek, szintén közvetlen értékesítési mód, a piacok, a vásárok, a piacoknak is a két típusa, amikor a kereskedők is ott vannak, és amikor a termelői piac jelenik meg, és csak a termelő a saját termékét értékesítheti elvileg. Az egyköztes szereplő az pedig mindaz, amit látnak a vendéglátásba, a beszállítás és azon keresztüli értékesítés, a boltba való beszállítás és azon keresztüli értékesítés, a közétkeztetésbe való beszállítás és azon keresztüli értékesítés, tehát ez mind-mind lehetőség. Na és akkor lássuk azokat a szárazanyag tartalmakat, amelyeket ígértem. A kisléptékpont.hu honlapon nagyon sok hatósági állásfoglalást kérünk, és kapunk is, és nagyon részletes jogszabályokkal lehivatkozott állásfoglalások. Úgyhogy az egyik ilyen volt a háztáji felesleg értékesítésnek a kérdésköre, mert hogy
létezik a jogszabályban, az SZIA törvényben egy olyan fogalom, hogy az ingóság értékesítés. Az ingóság értékesítése pedig azt foglalja magával, amikor önök is nagyon jól tudják, megunnak egy bútort, mert újat szeretnének venni, vagy egy kocsit le szeretnének cserélni, így aztán ezeket a használt tárgyakat, akár csak közvetlen a szomszéd részére, akár pedig meghirdetve vaterán vagy újságban apróhirdetéssel értékesítik. Na most itt van számlanyugtatás ebben a kategóriában? Nincs. Ugye ez nem egy kereskedelmi tevékenység, hanem egy polgárjogi eset, amikor is én a használt, megunt ingóságaimat úgy értékesítem, hogy ebből jövedelmem van, de mégsem kereskedelmi tevékenységet végzek. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy a válaszok alapján, bocsánat, először elmondom a kérdést, hogy mit tettünk fel. Azt a kérdést tettük fel, hogy a háztáji termelés során, amikor az ember elültet például egy fát és termel zöldségeket, vannak a termelésnek hullámvölgyei és hegyei. Például vannak, amikor termés többlet van, és van, amikor ugye kevesebb, ezért mindig a jó gazda egy picit többet tervez be a kertjébe, illetve az a fa nő, és egyre többet termel, sokkal többet, mint amennyit el tud fogyasztani az adott család. Na most ezek a termék többletek, ezek lehetnek-e úgymond feleslegek, amelyet valaki értékesíthet így ilyen számlanyugtatási kötelezettség nélkül, és mind a Nemzetgazdasági Minisztérium, mind pedig a NAV azt a választ adta, hogy igen, de ennek vannak részletei is. Ez a tevékenységnek nem lehet üzletszerű. Tehát, hogyha valaki a vaterán is elkezd üzletszerűleg mondjuk használt bicikliket venni, majd ezt értékes, ez már egy üzletszerű tevékenység, mert az üzletszerű tevékenységnek a fogalmak köre a következőket tartalmaz, hogy rendszeresen például. Tehát egy folyamatosan rendszeresen és nyereségszerzés céljából, tehát a célja maga az, hogy neki nyereséget termelődjön, ezeket a fogalmakat mind tartalmaz az üzletszerűség, és akkor neki természetesen erre vállalkozási formát kell kiváltania, és ez már számlanyugtatási kötelezettséggel jár. Míg, hogyha valaki nem üzletszerű tevékenységet végez, hanem alkalmi eseti tevékenységet, így a háztáji felesleg értékesítésében, akkor ez maradhat abban a kategóriában, amelyről beszéltem, és ennek az összegére vonatkozó válaszokban azt látjuk, hogy úgy, ahogy önök a vaterán is, amikor értékesítenek, akkor ebből egy bevételük származhat, de egy kocsi esetében akár ez egy 2 millió forintos bevétel is lehet, most tételezzük fel, még egy kis váza esetében ez pár ezer forint. Hogyha meghaladja az évi bevétel a 600 ezer forintot, akkor már személyi jövedelem adó köteles a jövedelem. Viszont ha nem haladja meg, akkor ebbe a kategóriába nem esik bele. Ugyanez vonatkozik a háztáji felesleg értékesítésére, tehát, hogy értékesíthetem a felesleget, azt a cseresznyét, azt a barackot, ami már nem kerül elfogyasztásra. Viszont, hogyha az értékesítés meghaladja ezt az összeget, akkor le kell adóznom. Itt jön a rendszeresség fogalma, ez viszont egy borotva él. A rendszeresség fogalmát maga a hatóság vélelmezi. Nekem kell bizonyítanom azt, hogy én nekem ez nem rendszeres tevékenysége, mert nincsenek fekete-fehér szabályok, vagy tudom bizonyítani, és akkor nem büntetnek meg, vagy nem tudom bizonyítani, és akkor megbüntetnek. Mivel lehet segíteni azt, hogy valaki tudja bizonyítani azt, hogy ő nem rendszeresen végzi? Például az, hogy ahol lakik, abban a háztáji kertben nőnek azok a dolgok. Tehát nem egy mezőgazdasági területen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ténylegesen ott van az a cseresznyefa, és ténylegesen annyi le is jöhetett róla, azért megnézik, hogy ekkor-e fáról, ugye nem jöhet le több más a cseresznye. Tehát akár készítek egyébben egy fotót a kertemről. Ilyen kis apróságok, de azért nem árt. Még egy dolog.
Itt vannak egyébként azok a jogszabályok, közben lépegetek, amelyek azt támasztják alá, hogy mitől nem üzletszerű az adott tevékenység. Erről a dologról szeretnék itt kitérni, hogy az önálló tevékenységnek minősíti így adó számla nyugta kötelessé teszi a készített tárgyat a NAV egy hivatkozásában. Ez azt jelenti, hogy ha én forgolok terítőt, és azt kiviszem, akár csak egy darabot is, kiviszem egy vásárba eladni, az a megállapítása szerint számla nyugtaadás köteles tevékenység, és be kell jelenteni önálló tevékenységként. Éppen ezért én azt szoktam javasolni, sőt határozottan ezt ki is merem állítani, hogy a háztájfelesleg kategóriában csak a nyers zöldség gyümölcsben gondolkodhatunk. Állati termékben sem, már a tojás sem, és a feldolgozott termékek sem. A feldolgozott termékek ugyanebb a kategóriába esnek, hogy készített tárgy. Élelmiszer. Megyünk tovább. Még mielőtt tovább megyünk. Van a háztáji feleslegem, de ezt valaki elfogyasztja. Itt jön be az élelmiszerbiztonsági lába a dolgoknak, mert ugye a bútor az bútor, oda teszem és kész. A kocsinak meg van forgalmia. De mi van az élelmiszerrel? Azt mondja ki az uniós jogszabály, hogy egy élelmiszer nem lehet mérgező, és olyan dolgokat állít, amilyen evidenciák. Igen ám, de hogy tudom akkor bizonyítani, hogy ezt magamnak termeltem is? Hát valójában sehogy. Ha csak nem, azért rászállom magamnak is, ugyan nem vagyok őstermelő, kistermelő, de vezetek például egy permetezési naplót. Ez nem a napló, csak leírom, hogy mikor, mivel permeteztem, mert a mikor ugye az a várakozási idő miatt fontos. Úgyhogy az legalapvetőbb dolgokat azt gondolom, hogy nem árt még egy ilyen felesleg értékesítéskor sem elvégezni. Másik ilyen sarkalatos tény, hogy legyen ivóvizem. Még az öntözéshez nem, mert ahhoz nem kell, de hogyha már megmosom azt az adott terméket, akkor azt mondjuk egy ivóvízzel nem árt megmosni, ha nem szólom mosásra, természetesen akkor nem mosom meg. A rendezvényt azt azért tettem bele, mert ez a következő lépés, ami még nem a üzletszerű tevékenység kategóriába tartozó teszt, amivel ki lehet próbálni magunkat és a termékünket, az hogy mennyire piacképes. Maga az uniós rendelet is, és ez a higiéniai rendelet, azt írja, hogy az alkalmi rendezvényeken való ételkészítés, felkínálás, tárolás az nem minősül vállalkozói tevékenységnek, ezért az uniós higiéniai HACCP és mindenféle rendeleteknek nem kell, hogy megfeleljen. Természetesen az alap téziseknek igen, hogy nem lehet mérgező, meg ilyenek. De az, hogy ezeket valaki alkalmanként végzi, és készített ételként kínálja, az teljesen legális. És akkor felsorol egy-két példát, ilyen például oktatási intézmények, a templomi rendezvényeken való kínálás. Az oktatási intézményt azért emeltem ki, mert magyar jogszabályi megfelelése is van ennek a uniós rendeletnek, és ugyanezt írja le. Körülbelül 5 éve még érvényben volt, azóta módosították, az a része a magyar rendeletnek, ami alapján a legtöbb óvoda és iskola letiltotta a farsangi eseményeken, óvodákban, iskolákban, hogy a szülők vagy szülinapokra beküldjenek saját sütésű tortákat, vagy csütiket. Mert akkor még nem volt benne ez a kitétel, de azóta könyörgöm benne van. És még mind a mai napig hallom óvodákban, iskolákban, hogy tiltják.
saját működési szervezeti szabályzat szerint akár tilthatja el, de nem arra hivatkozva, hogy ezt hatóságilag nem lehet, mert lehet. Jó, tehát nyugodtan tessék szülői SMK-kon akárhol tisztázni, hogy mi miatt, mert legtöbben azért szeretnék, csak félnek, egyszer hallottak egy fél információt, és nem teszik. Az egy más dolog, hogy megint hoznak bizonyos közösségi szabályokat az óvodába is, az SMK-ba is. Mik lehet ezek a közösségi szabályok? Például az, hogy aki hoz valamit, leírja a receptet. Miért? Mert van tojásérzékeny gyerek, meg ez, meg az, és az óvónéni tudja már, hogy mi van abban a sütibe, mert hát a gyerek azt szeretné. És akkor így azért szerintem elég szépen ki lehet egyezni, és az óvónének is tisztában vannak, hogy kitől inkább nem. Tehát olyan család is lehet, hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen, most nem kérjük, már elég süti van. Tehát bizonyos közösségi szabályok mentén igenis lehet. No most, jön a következő lépés, a falunapok. Nagyon sok, és nem csak falu, hanem város rendezvények is, nagyon sok ilyen helyi termék bemutatkozások, és nem csak helyi termék bemutatkozások, hanem ezek a közösségi érték bemutatkozások valójában. Nyugdíjas klubok, legjobb példa. Imádnak sütni, és úgy, ahogy azt ők régen szokás. És a fiatalok meg imádják ezeket a régi dolgokat megkóstolni, főleg akkor, hogy ez egy tájspecifikus étel. Tehát a lapcsánka, vagy a tócsni sütögetéseket tudom így említeni, és hasonlókat. És mindig jönnek hozzám a telefonok, hogy ezt hogy lehet. Hogy lehet adni, vagy eladni. Vagy mit lehet, mert hogy ennek azért van költsége a nyugdíjas klub részéről is, és nem nyereségszerzés céljára történik a tevékenység, hangsúlyozott, tehát nem üzletszerű. És erre van az, hogy ezt most már az adó szakértővel is átálljátok, hogy valójában ezt árulni nem lehet, hanem lehetőséget lehet biztosítani, hogy adományt adjanak. És nagyon sok tájékoztató kis táblácska lehet az asztalunkon, hogy például, hogy az önköltsége mennyi. Nem kérni nem szabad. Oda mondjuk hátra lehet tenni a sütiket, és hogyha valaki éppen tesz egy adományt, akkor elő lehet venni, és megköszönni, hogy érdeklődik a helyi termékek iránt, nem az adományt. Azt is meg lehet köszönni. De a lényeg az, hogy például itt ugye a szívességi bankoktól is belementek, a lényeg az, hogy nem egy kötelezettség, nem kérés, hanem egy lehetőség lehet, hogy ez maradjon, és nem pedig egy szabottár, ez meg a másik. Az, hogy én információkat helyezek ki, az még nem azt jelenti, hogy valaki annyit fogadni, valaki többet fogadni, valaki kevesebbet. És akkor ezeket szépen föl lehet építeni. A másik formája az, hogy ezt is megfelelő szakmai megalapozottsággal. Az adott rendezvény lehet, hogy nem, de az adott rendezvényen belül egy területnek van belépési díja. Az itt teljesen más könyvelési tétel. Vagy, és akkor itt jön az, hogy belépési díja van, ez jelképes is lehet akár. Utána a szervező pedig önkéntes szerződést köt az adott kint álló nénikékkel, ezt most nem részletezem, de az önkéntes szerződés fejében például napi díjat is lehet fizetni, és költségeket is lehet fizetni. És jön a következő tétel is, hogy van, aki sokszor kacérgott meg ezzel a kóstoló jeggyel, az is egy kategória, csak jó helyre, jó könyvelési tételként, jó megfogalmazásban érdemes ezeket valahogy kitalálni. Ez azért egy picit hosszabb dolog, de ezek mind olyan lehetőségek, amivel akár a helyi lakos meg tudja tesztelni az ő lekvárját, süteményét, tájfajta barackot, amit leaszalt például, tehát egy csomó dolgot, és akár még a csomagolást, tehát hogy be is csomagolhatja, mert nem tilos ezeket a kínálásokat becsomagolni, hogy a dizájn hogy jön be, melyik jön be, és kinek hogy jön be.
Ezek olyan tesztek, olyan piaci tesztek, amelyek én azt gondolom, hogy az első lépéseket, mert hogy az azt a feladat, hogy az első lépéseket egy picit próbáljam ösztönözni, megtehet valaki. És akkor eljutottunk ebben a diával az üzletszerű tevékenységhez. Viszont mielőtt eljutunk idáig, itt szeretnék egy dolgot nagyon erősen hangsúlyozni. Üzletszerű tevékenység, mert az őstermelői tevékenység is az, még akkor is, hogyha nem fő tevékenység. Az üzletszerű tevékenység mellett ugyanazt a tevékenységet ilyen alapokon, mint az előbb mutattam, végezni nem szabad. Az összeférhetetlen. Tehát, ha azt mondom, egy picit már én ezt tudatosabban, rendszeresebben, akár még számított haszonnal végzem a tevékenységemet, és akkor itt már nyugodtan kiléphetek a mezőgazdasági vagy zárkerti területre is, akkor ezt az őstermelő igazolványjal lehet tenni, és az őstermelő igazolványba bevezetett termékek kategóriájában, és így lehetőségem van az őstermelő adózást is választani. Ennek megvan a maga szabálya, nézem Sándort, hogy itt van-e, nincs itt. Ezekben az őstermelő szabályokban mennyire menjek most bele? Van-e itt, aki azért jött, hogy a őstermelő jogi részeket hallja? Ha igen, azt tegye fel a kezét. Kettő. Jó. Őstermelő igazolvány, az megvan? Jó. Amit nagyon fontos tudni, ha valakinek nincs semmilyen biztosított tevékenysége, tehát állása máshol, nem nyugdíjas, tehát nincs egészségügyi biztosított társadalmi biztosítás, vagy hogy mondják ezt, jogviszonya, akkor ha most kezdi az őstermelői tevékenységet, akkor bizony a minimál bérnek megfelelő járulék és adó fizetési kötelezettsége lenne. Mit jelent ez? Ez körülbelül havi 60 ezer forintot, akár terem valami, akár nem. Havi 60 ezer forint minden hónapban. Na hát ez azért elég életszerűtlen. Úgyhogy ilyenkor azt szoktuk legális kiskapuként javasolni, hogy valaki az őstermelő tevékenységet decemberbe kezdje el, december közepén kiváltja az őstermelő igazolványt, az őstermelő igazolványjal elmegy a NAV-hoz, a NAV-tól kér így aztán adószámot, az adószámmal még december közepén kiváltja a számla nyugtáját, és eladja, ami otthon van december 31-éig, a kis diócskáját, a kis almácskáját, ami még krumplicskáját, ami van. Ebből lett 20 ezer, 80 ezer, mit tudom, 15 napon belül, amit eladtak, tehát nyugtával mindenféleképpen igazolt módon. Akkor, amint átlépek a januárba, januárban már csak az éves bevétel arányában kell az adó és járulék fizetés kötelezettségemet teljesíteni, nem pedig a minimál bér alapján. Nekem most ezt, mivel hogy még 3 évesek a fáink, tehát hogy nem teremnek, vagy hát most kezdenek, csak elvitt a fagy a tavaly, ezért ez a 80-es kategória maradt meg az éves. Erre például is kellett fizetnem, mert ugye ez a 100 ezer forint alatt van, és meg a 600 ezer forintig bevallás és adó fizetési kötelezettsége nincs az őstermelőnek sem. A 600 ezer forint az pedig úgy értendő, hogyha valakinek családi, közös őstermelői igazolványa van, tehát több családtagot is bevon ebbe a tevékenységbe, mindegyikre külön-külön egyenként értendő ez a 600 ezer forintos bevallás és adómentességi határ. Jó? És utána jön még a 4 millió, ami még igen kedvező, tehát hogy ezeket mind egyesével lehet érvényesíteni. Jó. Ehhez természetesen kell lenni saját vagy bérelt, tehát valamilyen jogszerű használatban lévő területnek, amit már a falugazdászhoz el kell vigyek, hogy az nekem ott van, és be kell jelentsem. És ami egy picit nehézség, és ez még azt mondom, hogy nekem is, nem vagyok nagy gazda, meg semmilyen gazda nem vagyok, de hogy nekem már, amikor kiváltam az őstermelői igazolványot, akkor tételesen el kell sorolnom, hogy mit termelek, mennyit, és mennyi lesz abból évente. Hát de mondom, vetésforgó, meg másodvetés, meg mit tudom én, mit szoktam én csinálni, hát azt ő nem érdekli.
Úgyhogy elég hasraütésszerű az én esetem, de beleírtuk, amit beleírtunk. Néha csak azt mondtam neki, hogy hát igen, az kb. 10x2 méteres területen szoktam vetni, és akkor megsatszolt és beírta. De hogy ezekkel készülni kell, olyannyira készülni kell, hogy az őstermi igazolványban, hogyha a tököknél külön kell a cukkini, a főzőtök és a sütőtök, külön kell a hagymánál talán a snitting, meg a nem tudom, a fokhagyma, és egy csomó mindent itt teljesen tételesen külön, és amit kihagyok és nem kerül bevezetésbe ebbe a listába, amit most már ugye elektronikusan is ellenőrizhetnek a hatóságok, akkor a NAV engem 300 000 forintos büntetésre büntethet, mert hogy olyan dolgot árulok, ami nekem nincs az őstermi igazolványomban benne. Úgyhogy nagyon alaposan tessék ezt átgondolni, és ha még kistermelős vagyok, tehát feldolgozom a termékeimet, akkor azokat aztán szintúgy a külön a paradicsomból paradicsomnevet, de hogyha már az akuszát, majd tudom én micsodát csinálnak, akkor azt is, igen. Zakuszka, ugye, úgy kell mondani, és ha aszalvány, az is egy külön kategóriát, teljesen végig kell magamba, és nem biztos, hogy rossz, mert tervezem, de azért ennyire precízen és pontosan tervezni meg elég nehéz, mert mi van, és ezt lehet 3-5 évre is kérni, mi van, ha jövő évben jön valami új, hát akkor elmegyek és módosítom. Azt hiszem 2000 forint a módosítás. Most így. Jó. Igen, ezeket elmondtam. Jó, és fogok lapozni, mert a gyűjtés esetére szeretnék még kitérni. Az SZIA törvény szerint az őstermelő tevékenységben beletartozik az, hogy valaki gyűjt. Ugyanakkor tessék arra figyelni, hogy vannak erdőtörvényünk, vannak védett területi jogszabályaink, és ezeknek megvan a maga olyan lehatárolásai, hogy védett területen csak engedéllyel, és akkor azt hogy kell megtenni, az erdőben is írásbeli hozzájárulással, a mezőnél nem nevesíti, de egyébként most hallottam a falugazdásztól, hogy a mező, tehát hogy a nem erdő és nem védett területekre is, ő kéri a falugazdász az, hogy írásbeli hozzájárulása legyen a terület gazdájától vagy kezelőjétől az adott illetőnek. Ezeket lehet ugye őstermelői adózással, ahogy elmondtam, leadózni. Ami nagyon szép, és itt már ugye beleértünk a kistermelő rendeletbe majdnem, tehát őstermelői tevékenysége még anélkül, hogy kistermelő regisztrációt tennék, felsorolja a lehetőségeket, de például a méznél, meg ezeknek a termékeknél is, ezek ilyen nem csomagolt, ilyen nagy kiszerelésű, ilyen értékesítések, míg hogyha a mézet már üvegezi valaki, akkor például már rögtön kistermelő regisztrációjának is kell lennie. A tevékenységekre szeretném felhívni a figyelmet, ott nevesíti az őstermelő adózás lehetőségében, ha valaki kistermelő regisztrációt is megcsinál az adott kormányhivatalnál, akkor feldolgozva a termékeiket végfogyasztónak, vagy ezekre az egyközte szereplős nevesített továbbértékesítőknek egy adott területi határon és mennyiségben értékesítheti a termékeit, és ez mind őstermelő adózással megtehető, mert ott van benne a tevékenységek részében ez a kistermelői rendeletre hivatkozva. Jó. Ezeket nem mondom el, viszont aki kéri, annak úgyis itt hagyom a diát. Ezt inkább azért hoztam el, hogy majd a kérdésekbe bele tudjak tenni a válaszokat is, vagy kivetíteni, ha kell. Amire még fölhívnám a figyelmet, az a kistermelőknél egy olyan lehetőség, hogy előállítási részfolyamatot más élelmiszer vállalkozással elvégeztethet. Ez azt jelenti, hogy van egy almám, akkor elvihetem egy olyan üzembe, ahol nekem egy alma levet, majd fogják látni a kis teremben, almalevet fognak belőle préselni, 100%-os almalevet csomagolva, és ezt úgy teszik, hogy csak az én almám kerül be abba a gépbe, és csak az én alma levem jön ki, tehát nem keverhető senkinek a semmiével. És ezt én hazaviszem, saját kis termelő címkémmel ellátom, és nem idén gyümölcsként, hanem ugye egy tartós termékként, nem tartósít a szerrel, hanem tartós termékként
viszem az adott piacra. Tehát erre lehetőségem van, és ez akár a fűszerpaprika, tehát minden olyan részfolyamatban, amit esetleg egy kis termelő a saját gazdaságában nem tud a saját infrastruktúrájában elvégezni. Egyedül kivétel az állati termék. Ott ezt nem engedi meg, tehát a hús és a termékek esetében ez nem lehetséges. Ennek megvannak a különböző bejelentési módjai. Van a 52/2010-es rendeletben egy mennyiségi meghatározás, hogy éves, illetve heti szinten milyen értékesítési korlátok vannak, de ezek azt jelentik, hogy azt mutatják például, hogy a sertés esetében is egy kategória kifejlett állat és egy másik kategória növendékállat. Ezek mind plusz, és ugye a legtöbb termelő, kistermelő egy komplex gazdaságot visz, nem monokultúrát, tehát a hús mellett a tej, vagy a növények esetében a nyers termék mellett a feldolgozott termék, ezek mind és típusú mennyiségek. És itt van például a kistermelő rendeletben a párlat, amit, hogyha a pálinka törvény szabályai szerint készítünk el, akkor az pálinka, egyébként pálat szóval illetjük, az is egy jogszerű értékesítése, természetesen zárjeggyel és teljes adó megfizetése a kistermelő értékesítésnek. Jó. Itt van az értékesítési határ. Az őstermelő, illetve azt mondom, hogy a növényi alaptermékre és a mézre teljes ország területén lehet végfogyasztónak értékesíteni. Bármely feldolgozott terméket, állati terméket, illetve a boltokba, vendéglátóegységbe, közétkeztetésbe viszont egy területi korlátot szab a kistermelői mennyiségre és a kistermelői regisztrációra, és ez azt jelenti, hogy a Budapestre bárhonnan az országból, bármit, egyéb iránt, ezen kívül pedig ahol a gazdaságon van, abban a megyében szintén értékesíthetem. Itt csak mutatom. Van, hogy ekkora megye, van, hogy ekkora a megye. Nem számít. A megye határ számít. És van a 40 kilométer, amit sokszor összekevernek a megyével. A 40 kilométer az pedig azt jelenti, hogy ha én itt vagyok, akkor és kilóg a 40 kilométer a megyéből, akkor én még oda is értékesíthetek. Országhatáron belül. Itt vannak a nyilvántartások, kinek milyen, ha állati termelő vagyok, ugye állatorvosi bizonyítvány, ha növénytermelő vagyok, akkor a permetezési napló, tehát ezeket vezetni kell. Megvan, hogy ha van egy receptúrám, akkor én a fiókba betéve írjam le, hogy mi van benne, és hogy azt valójában, ha minőség megőrzési időtartam jellemzi, akkor azt hogyan tároljam és meddig fogyasztható. Nyers hús nem értékesíthető kistermelőként a piacokon, viszont háztól igen, illetve el lehet vinni vendéglátóegységekbe és kereskedelmi egységekre is. Csak a legfontosabbakat mondom, és akkor utána inkább kérdezzenek, én azt kérem. A tejnél fel kell tüntetni, ha nyers tej, tehát nincs hőkezelt, vagy pasztor, illetve hőkezelés, pasztorozás, akkor fel kell tüntetni a címkén, vagy az asztalon. A fejéstől számított két órán belül például nem ír elő a jogszabály hűtési láncot. Aztán megyek tovább. Az 50 tojótyúk, az tojótyúk, nem kakas. Az azt jelenti, hogy addig például nem kell bélyegeznem a tojást. A végső fogyasztók részére. Na és eljutottunk egyik kedvenc témámhoz, a falusi vendégasztal szolgáltatás. Ez pedig az, hogy nekem megvan a kistermelő regisztrációm, ami ha akarok őstermelő adózással adózom. És a saját magam által előállított termékeket hozzá kiegészítő alapanyagokat vásárolván akár boltból, és akár együttműködésről beszélünk, más kistermelőtől vásárolt kész termékeket, ha én megveszek, akkor én azt jogszerűen falusi vendégasztal szolgáltatás keretében értékesíthetem ételként helyben fogyasztásra, ott a gazdaságban. Tehát itt már egy picit megjelenik az a lehetőség, hogyha van egy sajttermelő mellettem,
de én mondjuk egy szörp készítő vagyok, meg gyümölcseim vannak, és még esetleg veszek kenyeret, akkor hogy lesz abból terülj asztalkám? Megvannak a hús részének is a könnyítései és a szabályai. Például a falusi vendégasszony szolgáltatást nevesíti egyedül legális tevékenységként a házi vágást. Nem csak disznóvágás lehet a házi vágás, lehet az ökör vagy birka vágás is. Itt ez teljesen jogszerű. Megvan, hogy nem lehet például a szarvasmarha 30 hónaposnál több, a juh és a kecske mondjuk 18 hónaposnál idősebb. Megvan, hogy 48 órával előtte be kell jelenteni, de teljesen természetes az, hogy én meghirdetem, levágjuk és megesszük. Tehát ez megint nem ugyanaz, mint az, hogy levágjuk, elkészül a kolbász, a nyers kolbász, és kiosztom és elviszik haza. Itt külön válik a kistermi értékesítés és a vendégasztal szolgáltatás, tehát a házi vágás esetében, aminek a legfontosabb szabálya az, hogy alapos hőkezelésnek kitett étel kínálható csak és kizárólag fel a vendégek részére. Ez a szabály, ez azt mondja, hogy ha kolbász készül, akkor azt megsütöm és megehetik. A füstölt kolbász, ami belőle készül, az viszont ugye nem alapos hőkezelés, ezért ezt a házi vágásból ilyet én nem adhatok el. Tehát amit én kistermelőként, akár háznál értékesítek füstölt árut, akár piacon, vagy bárhol, amit megenged a jogszabály, azt mindig a vágóhidon, vágóponton levágadott állatnak a hússából megfelelő papírokkal tehetem meg. Jó, hal étel a vendégasztalon, ez a halgazdálkodásról és hal, tehát a régi halászati törvény, amit már nem így hívnak, abban van benne, és ezt elég kevesen tudják. Mi civil szervezet is kértük, véleményeztük az akkori jogszabályt, és ez annak eredménye is, hogy belekerült. A falusi szálláshely szolgáltatók és a kistermelők a falusi vendégasztal szolgáltatás keretén belül a jogszerűen horgászattal, nem halászattal, jogszerűen horgászattal kifogott halat, étkezés, tehát vendégasztal céljából felkínálhatják a vendégeik részére, halászlé vagy sült hal tekintetében is. Erről egy külön útmutatót készítettünk a honlapunkon, úgyhogy ezt tessék bátran elolvasni, nem túl hosszú, viszont tartalmas és érthető. Jó. A jelölés és a különböző előírások az allergénekre, a fogyasztóknak a védelmére még azt gondolom, hogy fontos téma. Lehet egy terméket csomagolatlanul értékesíteni, és lehet különböző csomagolással ellátni. Ha már becsomagolom, akkor a címkén kötelező jelölési elemek vannak. Ha nem csomagolom be, akkor pedig az értékesítés helyén egy pár nagyon alap információt fel kell tüntetnem. Ezeket is inkább így átlapozom, de amit talán fontos tudni, hogy az allergének felsorolása, ugye az összetevőket fel kell sorolni a címkén. Méghozzá úgy, hogy amiből a legtöbb van, az van legelőn, és ahogy egyre kevesebb, a legkevesebb van a végén az összetevőknek. És ebben az összetevőkben vastag betűvel, vagy és aláhúzva, vagy és színnel kiemelve, tehát egy jól látható szövegi kiemeléssel kell felhívnom a fogyasztó figyelmét arra, hogy mely az allergén. Az allergén nem az, amelyre a fogyasztó allergiás, az allergén az, amit a jogszabály előír. És a jogszabály ezeket írja elő, amiben ugye a gabonatermékek mind benne vannak, a tejtermékek mind benne vannak, a tojás termékek mind benne vannak, a diómogyoró termékek benne vannak, ezeket nagyjából tudja mindenki. Ami viszont nálam is még pár évvel ezelőtt meglepetés erejével hatott, az a zeller. A zeller is kérem szépen allergén. A szamóca és a dinnye az nem, az nincs benne, sokan allergiásak az apró magvas vagy a dinnye dolgokra. A zeller az igen. Jó, ott látták, hogy tehát ugyanúgy felsorolja az összetevőket, csak valamilyen módon, vagy akár az összeset kombinálva kiemelik a címkén.
Egy pár címkeminta egyébként most kerül elfogadásra, én már a 2010 óta dolgozunk rajta, és folyamatosan oda-vissza csatolásban van a Földművelési Minisztériummal, illetve a Higiénés Bizottsággal egy ilyen kistermelő jó higiéni gyakorlatot, ahol ezek a sémák és táblázatok, amit csak elő kell venni és a fiókba betenni vagy lemásolni, azok mind készen lesznek, vannak. Úgyhogy ilyen címke mintákat is csináltunk, most nem mennék bele. Amit még talán így a jövőben vízióként fölelevenítenék, az az, hogy két éve hoztunk be Bujani Katalin Franciaországból, mi pedig Olaszországból egy olyan mintát, hogy átfutó bizonylatolás. Ez most már bent van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az FM segítségével és a NAV és az NGM jóváhagyásával a jogalkotási folyamatban, ami azt jelenti, hogy együttműködés, megint csak, hogy akár egy ilyen bolt típusú, de nem bolt, mert az egy kereskedelmi egység, hanem egy értékesítési helyek, akár ez legyen szabadtéri vagy fedett, azok úgy tudnak működni, hogy a beszállító gazdák oda beszállítják a termékeiket, mint hogy ott a polcon látják, és valójában ott a közösség együtt működteti azt a helyet, és ha kell, megállapodnak abban, hogy bizonyos polcpénzt fizetnek érte, ha nem kell, akkor nem ebben állapodnak meg. Meghatározzák, hogy mennyi a költsége annak a hely működtetésének, és ott az értékesítés elkezdődik. Elkezdődik az értékesítés, jön a vevő, kiválogatja, amit szeretne, és elviszi a kasszához, vagy hát az értékesítőhöz, aki egy ember mondjuk ott áll, nem az összes 23 termelő, és kifizeti. Amikor kifizeti ezeket a termékeket, akkor ez valójában egy átfutó bizonygatoláson keresztül fog történni, tehát minden terméknek a ára a saját gazda számlájára fog íródni. Ezáltal mi történik? Ha valaki áfaalanyi mentes terméket szállított be, az meg is marad áfaalanyi mentes termékkategóriában. Ha valaki áfás terméket szállított be, akkor az természetesen áfás kategóriában a saját adózása mentén fog értékesítésre kerülni, de nem fordul az elő, hogy egy áfamentes terméket beszállít jelen pillanatban a boltba a termelő, rákerül a 20-valahány, most már jó esetben csak 5 egyes termékeknél, de az még nem a feldolgozott termékek esete, és nem legtöbb esetben. Tehát, hogy rákerül az a 20%-os áfa a termékre, és innentől kezdve a vásárlóerő okán eladhatatlanná válik a termék. Ezért ezek a helyi termékboltok elég kevés arányban működőképesek, főleg gazdasági szinten, tehát pályázati szinten még csak-csak. Meg marketing szinten, de valós pörgés, gazdas nem nagy, nem. Na most ezt könnyíti meg ez a típusú, most már jogalkotási folyamatban lévő rendszer, hát reméljük, hogy ez olyan is lesz, amilyennek mi láttuk és megálmodtuk. Egyébként Ausztriában 16%-os áréssel működik az egész bolt, marketingestől, eladóstól, rezsistől, mindenestől. Hát annyi 16%-os hozzájárulást fizetnek be a gazdák a működéshez. Itt a honlapunk, amit azért mutatok be gyorsan, hogy a hírlevél az ott legfelül van, illetve a jogsegély menüpont alatt fognak például ilyen cikket is találni, hogy letéti szerződés bevásárol a közösségeknek, ez is egy állásfoglaláson alapul, és azt kérdeztük, hogy például egy bevásárló közösséget segítő civil szervezet hogyan vehet át új terméket, és hogyan vehet be pénzt, hogy az nem az ő kasszáját és az ő könyvelését fogja terelni, hanem esetleg egy letéti szerződés alapján működik az egész dolog. Ezek a válaszok és kedvező válaszok mind fönt találhatók a honlapunkon. Dr. Major Ágnes ügyvéd is segíti az ilyen típusú munkát és értelmezést. Érdekes fogalom, és tessék vele kacérkodni, a gyűjtőszámla fogalma. Ezt is részletesen a válasz ismerteti, hogy mikor és hogyan, de a lényege az, hogy egy havi elszámolási időszak opciót
mutat be legális működési formaként. És akkor egy friss kis holnap, amit páran így a szakértői csapatból összeállítottunk, hogy nem csak civil lábbal, hanem így a szakmai tudást összekovácsolva, de gyakorlati szintéren, akinek szüksége van ilyen típusú szolgáltatásra, hogy vállalkozás, ilyen termelői kis helyi termékvállalkozást indítana, vagy projekt stratégiát írna le, vagy együttműködésű, közösségi vállalkozási megvalósítást tervez, illetve képzést, tanulmányutakat, azok bátran keressenek bennünket ezen a realtanácsadó.hu honlapon is, és még egyszer a kislépték.hu, ez pedig a másik, ahol már most nagyon sok hasznos információ van fönt. És most én befejezem azzal, amit én szerettem volna, és akkor jöjjenek önök, hogy önök mit szeretnének, és milyen kérdéseik lennének, hogyha Sándor is úgy akarja. Köszönjük szépen, és valóban kérdések. Addig, amíg gondolkodtok, én megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Kérdéseket nem csak így nagy plénumon lehet közé tenni, hanem most átmehetünk, hogyha úgy gondoljátok, egy kicsit lazább, már álló helyzetes beszélgetésbe is, mert azért rengeteget ültünk. A kis klubtermünk nyitva van, rendelkezésre áll, van még egy kis lekváros, papucs, pogácsa, kávé, teja és csávásféle rostoslé. Én akkor azt javaslom, hogy folytassuk ott, és akik nem tudnak velünk lenni délután, azoknak megköszönöm a jelenlétét. Kövessetek minket folyamatosan, illetve azt mondom, hogy szövetkezzünk így közösségbe azért, hogy ezeket a helyi értékeket egyre jobban tudjuk képviselni. Akik pedig tudnak maradni, azokat meg szeretettel látjuk. 14 órától kezdődik kint az aulában majd a program. Gyakorlatilag a kulturális program mellett helyi termékek bemutatója, kóstolása, kóstoltatása fog történni, és ahogy említettem a bevezetőben is, ez egy olyan rendezvény, ahol jövünk, megyünk, sétálgatunk, beszélgetünk, kóstolgatunk, és jól eltöltjük ezt a farsangi délután, és persze természetesen majd este el is fogjuk égetni a teremtőt, érdemes odáig is maradni, és kidobjuk, eldobjuk a vízre. No, köszönöm a figyelmeteket, mindenkinek minden jót kívánok, és akkor a klubban tudjuk folytatni a beszélgetést.